Május 4-től megkezdődik a koronavírus járvány elleni védekezés új szakasza. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tett bejelentést: Az üzletek kinyithatnak, az éttermek, kávézók, teraszai megnyithatnak. Mint mondta, a védekezés új szakaszba léphet, fokozatos és szigorú menetrend mellett megpróbálhatjuk újraindítani az életet. Budapesten és Pest megyében az eddigi kiárási és nyitvatartási korlátozások maradnak hatályban. Az ország többi részén így, városunkban is, valamennyi üzlet, étterem, múzeum látogatható lesz. A vidéki enyhítésekkel kapcsolatban a teraszokon kerthelyiségekben történő fogyasztásnál megengedett lesz a jellemzően a belső térben található mellékhelyiségek használata. A másfél méteres távolság betartása és az arc eltakarása a védőmaszkokkal az üzletekben és a tömegközlekedésben továbbra is kötelező lesz. Az idősek vásárlásaira vonatkozó védett időzónát fenntartja a kormány. Az idősektől a miniszterelnök azt kérte, csak is kellő körültekintéssel hagyják el otthonaikat. Az enyhítések komáromi megvalósításáról városunk polgármestere, dr. Molnár Attila csütörtöki műsorunkban ad részletes tájékoztatást.